Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Isten népe ébresztő, nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket. Hálás vagy, csak vagyunk nektek, hogy itt vagytok ezen a hétvégi napon is, és ne felejtsétek el, holnap 10 órától Isten tisztelet Miskolcon, a Forrásházban, a Nagyváti János utca 6 alatt, vagy, vagy nézhetitek a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon is a, a, az Isten tiszteletet 10 órától, vagy akár később is. De ma, most tanulmányozzuk a rapszódiát. Chris Pásztornak. És most imádkozunk. Drága mennyi atyám, szeretünk téged ezen a helyen. Imádkozom, hogy, hogy a te szeretetedben járjunk. Hogy azt cselekedjük, ami kedves te előtted. És hogy dicsőséget szerezzünk a te nevednek. Hogy befussuk a pályánkat. És hogy megismerjünk téged, ahogy te vagy. És hogy az Isteni életben járjunk a Jézus nevében. Amen. A mai üzenet címe a zene túlmutat a dalszövegem. A 2 Mózes 6, 2 azt mondja, Isten pedig szólt Mózeshez, és mondta neki, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen, vagy Jahve nevemen nem voltam előttük ismeretes. Azt mondja Kriszpásztor, hogy vannak dolgok, amelyek sok éven át belopóztak Isten házába, tönkretéve az emberek életét anélkül, hogy tudtak volna róla. Például egyes zenei és tánc stílusok, amelyekkel egyes gyülekezetekben találkozhatunk ma. Honnan származnak ezek? Milyen szellemek állnak az ilyen zene és tánc hátterében? Az egyes zenék vagy táncok mögött álló szellemeknek igenis van jelentősége. Ha például egy keresztény e Szeret regi zenét énekelni vagy táncolni, bármennyire is énekel, értékeljük a regi zenét. A kérdés az, hogy mi a regi forrása? A zene nem csak a dalszövegekből áll, ne essünk tévedésbe. A zene hangzása ugyanolyan fontos, mint a forrása. Bizonyos zenék bevonzhatnak démonokat az emberek életébe, anélkül, hogy tudnának róla. Vannak dolgok, amelyeket Isten megenged nekünk egy bizonyos ideig, majd tudva, hogy ez az ő megengedő akaratán belül történt, egy idő után megköveteli a változást. Amikor ő elhozza ezt a változást, nekünk hajlandónak kell lenni arra, hogy elfogadjuk. A Bibliában olvashatjuk, mit mondott Isten Mózesnek. Ábrahám, Izsák és Jákob úgy ismert engem, mint El Shaddai. Ők nem ismertek engem Jehovaként, vagy Jahveként, de én vagyok Jehova, Jahve. Miért volt ez fontos? Az El Shaddai kinyilatkoztatás által Mózes nem tudta volna kivezetni Izrael fiait Egyiptomból. Mózesnek szüksége volt Jehova kijelentésére, és Jehova keze által szabadította ki Izrael fiait Egyiptomból. A Mózesnek adott kijelentéseknek ez volt a célja. Csak úgy, ahogy készülünk az Úr visszajövetelére, <coughs> vannak bizonyos dolgok, amiken változtatnunk kell a Szent Szelem vezetése és az ő igéje általi kijelentés alapján. Megvan a módja, hogyan szeretné, hogy éljünk, szolgáljunk és imádjuk őt, mindezt a zenén keresztül. Nyitottnak és készségesnek kell lennünk arra, hogy elfogadjuk az ő vezetését és kiigazítását. Dicsőség Istennek! Valóban nagyon fontos, amiről itt beszél Kriszpásztor, itt a világi hatásoknak a levetkőzéséről. azt mondja, hogy nem csak a dalszöveg számít, hanem a zene forrása, és ez igaz. Nagyon fontos az, hogy az, hogy azt mondja a Biblia, hogy a jó forrás nem csörgedezhet keserűt, és a keserű forrás nem csörgedeztet édest. Vagy a rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, a jófa nem terem rossz gyümölcsöt. Hanem a jófa fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Ez azt jelenti, hogy ha egy gonosz ember, vagy egy, 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 nem Isten, egy ember, aki nem ismeri Istent, hiába ír akármennyire szép muzsikát, az nem lesz Isten szerint való. Még dal is van, az a Hallelúja című dal, a Leonard Cohennek a Hallelujája. Megnéztem a dal szövegét, az egy gúnydal. Istenen gúnyolódik. Pedig szép a hangzása, és sok benne a Hallelúja, ezért még a keresztények is éneklik. De az nem keresztény dal, hanem Istenen. Ez egy gúnydal, Ez egy szatír, egy irónia. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy vizsgáld meg a zenéidet és a beszédeidet, a tévéműsorokat és amiket nézel. És én azt javaslom, ezt én, ezt én is így hallottam a vezetőimtől, hogy ne hallgassatok semmiféle világi zenét. Lehet, hogy te mondjuk a rockot szereted, vagy a repet, vagy nem is tudom milyen műfajt szeretsz, de minden műfajú keresztény zene van. A mi gyülekezetünkben is van keresztény rapper? Vagy, vagy, van, vagy vannak rokos hangzású keresztény zenék, vannak popos hangzásúak, vannak lassabbak és gyorsabbak, mindenféle műfajúak. Vannak latinosak, vannak ö, ö, ilyen európai hangzásúak, meg afrikaiak is, meg ázsiaiak is, meg ilyen arabos, meg izraeli hangzásúak is. Mindenféle műfajban van. Keres olyat, amit Isten, Istentől is zenék. Ö, ö, instrumentális és meg dalszövegek is. Mert ahogy beviszed magadba a rádiót, ne menjen otthon állandóan a tévé és a rádió. Nekünk nincs is előfizetésünk. Ha meg akarok nézni valami, és tévé készülékünk sincs. Ha meg akarok nézni valamilyen műsort, akkor én választom ki azt tudatosan, hogy mit akarok nézni és mikor, nem pedig az, hogy bekapcsolom a tévét, és ott butulok, ami éppen megy. Ez szörnyű. Jönnek be a démonok. A rádió ugyanez. Meg lehet hallgatni a közlekedési híreket, hogy közlekedsz akkor, hogy az m 1 vigyázzál, vagy nem. Ez nem probléma. De ne az legyen, hogy mivel nem tudsz mit csinálni, mindig megy a rádió. Elárulom, jobb a csend, mint a rádió. Még a csend is jobb, mert legalább tudsz imádkozni. És legalább az úr adhat gondolatot. Nem a hülyeséggel, meg a reggeli tóksókkal, meg a világi muzsikával töltöd meg a füledet. Ha, nem, ha már rongyosra hallgatod a keresztény CD-idet, akkor inkább ne hallgass semmit inkább imádkozzál nyelveken. Vagy nézd a tájat, ahogy mész az autópálya mellett. De ne hallgass világi zenét. Mert démonok jönnek be belőle, és összezavarnak. Látok embereket, akiknek még mindig zűrzavar van a belsőjében, mert, mert, mert még ezeket beleengedik az életükbe, és szolgálják az urat, keresik az urat, adakoznak, imádkoznak. De mivel ez beleengedik, ez egy ilyen mix van. Én is tapasztaltam, és ugyanez igaz a hírorvasásra. Ne olvast fölöslegesen a hírportárokat, vadázd a híreket az ukrán-orosz háborúról, a választásról, a politikai pártokról, a ö, mindenféle kérdésekről, a, akármiről van szó. Mert a hírportároknak is az a lényeg, hogy mindig rákattintsál, és elvonja a figyelmedet és a fókuszodat, és mérgez. Ami hír egyébként kell, az általában úgy is eljut hozzád. Egyébként nagyszerű híradó Kriszpásztornak ez a műsor, amit szoktunk fordítani, Forrás tévén fent van, ő, a, ő, ő mindig, de csak ő nem jelentkezik ugye napi ötször. Tehát a hír, akik a hírekre vannak ráfüggve, azoknak az igényét nem elégítik ki, ezért önfegyelmet kell tanúsítani, nekem is, hogy hogy bejelentkezik néhány hetente, és beszél akár aktuál politikai kérdésekről is biblia tekintetében. Ezeket leszoktuk fordítani, meg imádkozunk persze együtt. E, és igazából ezeknek több hírértékük van, mint a napi két órát lógok a híroldalakon. E, Úgyhogy, ha nagyon-nagyon hírekre szomjazol, akkor hallgassd ezt. Mert azok, azok legalább keresztény szemszögű hírek. Na mondjuk el együtt a megvallást, az imát. Drága atyám, köszönöm, hogy feltártad előttem a bölcsességnek és a képzésnek ezen kincseit hogy szellememet a szellemi valóságra nevelted, hogy igazságban járjak, amikor imádlak téged. Dicsőítő és imádó áldozatom kedves, és jó áldozatként száll fel hozzád, mert minden világiasságtól és tisztástalanságtól megmosott, Tiszta szívből ajánlom fel neked. Jézus nevében. Amen. A te szíved világiasságtól és tisztátalanságtól megmosott tiszta szív ebből ajánlott fel az imádatodat. Ilyen legyen. Ne engedd be egy picit sem Akármennyire fényezem ki, akármennyire szépen ki, ki letörlöm ezt a széket, meg, meg, meg megtörlöm ennek az asztalnak itt a tetejét, meg, meg, ezeket, a, ezeket a szép üveg, üvegeket letörlöm. Hogyha utána csak egy kicsit bekenem őket ö, valami büdös szerrel. Nem számít, hogy előttől 5 órát takarítottam. Amen. Kedveseim, holnap ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Kívánom nektek egy fantasztikus hétvégét. Az úr meg titeket. Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!